mindenkit. Szól ez a gép? Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött Vörös István új kötetének, a 150 Zsoltár című könyvnek a bemutatójára. Ugye István, ez az első könyved, ami a budapesti jelenkornál jelent meg. Eddig a pécsi jelenkor kiadónál jelentek meg kötetei, legutóbb talán a Gagarin regényed, Gagarin vagy a Jóslás művészete. Ez egy nagyon furcsa, különös, nagyon izgalmas könyv. Már a borítójára ránéz az ember a címéről, 150 Zsoltár, ugye ez egy érdekes találkozás. Egy írói alkatnak, meg egy hagyományos, veretes műfajnak a találkozása, ugye a Zsoltár műfajának a találkozása Vörös Istvánnal, illetve Vörös István találkozása a Zsoltárral, ezzel a klasszikus műfajjal. Hogyha az ő írói alkatát meg akarnám ragadni, vagy most így röviden megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy olyan mindenevőféle volna, vagy mindenféle műfajban honos író volna, költészet, dráma, forgatókönyv, regény, sokféle műfajban jeleskedtél eddig István. Ez egy érdekes dolog. Ugye az egyik versben azt írott, az egyik ilyen Zsoltárodban, hogy egy ilyen élősködő lény, egy ilyen parazita lény volna. Élősködő, ugye a költőnek is élnie kell valamiből, nem tudom, élhet a költő kenyéren, vizen, sáskán, vadmézen, szonetten, Zsoltáron. Most épp Zsoltáron élsz. Egyik előző kötetnek a címe a Vörös István gép vándorévei volnának. Tehát ugye ez a Vörös István gép, aki most Zsoltárokat őröl, vagy Zsoltár üzemmódba kapcsol, ezt az üzemmódot szeretném most egy kis beszélgetés keretén belül önök elé tárni, illetve táratni magával a Vörös István géppel, aki itt ül mellettem, és aki most egyfelől felolvasó üzemmódban, másrészt pedig beszélgető üzemmódban fog működni. A gép üzemeltetője, vagy a gépkezelő most én leszek, megpróbálom ezt a két üzemmódot működésbe hozni. Először csak így nagyon röviden, hogyha megpróbálom megnézni, vagy megpróbálunk visszaemlékezni erre, hogy mik is az előzményei ennek a különös találkozásnak, hogy valaki itt a vadonatúj évezred legelején egy ilyen ősrégi formához nyúl, és nem csak hogy nyúl, hanem végigírja mind a 150 Zsoltárt, ami ugye az Ószövetségben is ugyanezzel a számmal képviseltetik, ez a műfaj. Miféle előzményei vannak? Tehát te mindig valamiféleképpen játszottál, vagy kokettáltál ezekkel az archaikusabb, szakrálisabb megszólalási formákkal. Most csak két nagyon rövid példát hadd idézek, például a Magázás művészete című versetben, ami ugye így kezdődik, hogy mi atyánk, ki a mennyekben tetszik lenni, ezt a modalitást, ezt a regisztert viszed végig következetesen, vagy egy másik verset, a Tükröződés című versben, ahol egymásba tükrözöl különböző lelki helyzeteket, vagy műfaji körülményeket, azt írod, hogy templomban verset írni, imádság-e, teszed fel a kérdést, egyáltalán verset írni, meg imádkozni, az imádság, mint beszédhelyzet és a vers, mint íráshelyzet miféleképpen kapcsolható össze. Ezek nagy-nagy kérdések, félve, meg ügyetlenül vetem fel természetesen. Vagy ilyen közvetlen előzménynek tűnhet nekem, vagy tűnik nekem, amikor Rilkének a viszonylag korai verseivel foglalkoztál, pontosabban lefordítottad a Stundenbuchot. Ugye imaórák könyveként fordítottad. Mi is volt a korábbi fordításnak a címe? Az nem volt olyan szerencsés. Állított könyv. Az is szép. Állított. Egy réges-régi magyar fordítása ennek van, és István ezt újra fordított. Akár a saját Tao című sorozat, ugye a Tao kisajátítása, vagy a Zsoltár műfajának a kisajátítása. Ezért jutott eszembe, hogy mondjuk a Vörös István nevű gép Zsoltár üzemmódban, hogy ha ezzel meg akarunk ismerkedni, vagy be akarunk kerülni ebbe a világba, akkor légy szíves, vezess be minket mondjuk azzal a verssel, azzal a Zsoltárral, amit azzal a formulával ütsz fel, hogy én a Zsoltár parazita. Ezt meg is mondom neked, ez a 60. Zsoltár és a 114. oldaladon találod. Köszönöm a nagy segítség.
Hogyha fölállok, akkor nem biztos, hogy kell mikrofon. Vagy kell? Lehet hallani. Itt nem. Nem? Viszont, hogyha mikrofont, akkor elkezdődik a probléma, hogy a mikrofontól nem látom a könyvet. A könyvtől meg nem hallatszik a mikrofont. Műsor része egyébként. Abszolút, ezt egy óráig próbáltuk. Szóval, most elfelejtettem, miért? Na mindegy. Tehát megpróbálom megoldani. Tehát ez a 60. Zsoltár, nem mindegynek van alcíme, de ennek az az alcíme, hogy a magyarokhoz. Most kérdezem a jelenlevő magyarokat, hogy hallatszik hátul is. Igen. Jó, egy kéz látszott az utolsó sorba felemelkedni, az azt mondta, hogy hallotta. Igen. Jó. Tehát 60. Zsoltár a magyarokhoz. Én a Zsoltárpar... Bocsánat. Én a Zsoltár parazita, repett fazék hangomon ezt éneklem. Mikor harcoltunk a szerbekkel, a románokkal, elvetettél és felnégyeltél minket. Mikor harcoltunk az osztrákokkal, az oroszokkal, veszni hagytál, de fölmagasztaltál minket. A két múlt században két nagy szabadságvesztő harcunk volt, és hálás érte a világ. Mert a szabadságot néha valakinek látványosan el kell veszítenie, hogy többen, mint a valaki, lassan, lépésről lépésre, tudatára ébredjenek a sajátjuknak. Megrendítetted az országot, sokfelé szakasztottad. Amikor az akár le is győzhetők ellen fordultunk, sárba lögtél, úgy vesztettünk. Amikor a legyőzhetetlenek ellen, a vereségben nyertünk. Nehéz dolgokat láttál velünk, borral itattál, hogy mással is lehess. Add meg egyszer már nekünk a belső győzelem megaláztatását. Jelző nélkül le sem mertem írni azt, hogy győzelem. A magyar pusztában mondta Isten. Örvendezzetek, kiosztottam délt és nyugatot, Bécs csak egy kapu. Lépjetek be. Velence az én mosómedencém. Berlinben az egyszerű életet tanuljátok, Verónát értetek, énekelem meg. Amszterdamban ismerjétek meg végre a nőt, Párizsban a férfit, Rómában a helyettesemet, Londonban a világot, Lisszabonon át meneküljetek előle, Komposztellán át előlem. Kicsoda vezet engem az erős városokba? 60 éve egy foci meccsen siánkoztok, 90 éve azon, hogy maradt egyáltalán országotok. Az én népemnek 2000 éven át nem volt. Akartok hát a kedvenceim lenni? Istennel győzedelmet vesztünk, ő tapodja el bennünk az ellenséget, az indokolatlan és az indokolt gőgöt. Ha visszamegyünk a Kályához, tehát a Bibliában található zsoltárokhoz, akkor ott általában mondjuk három regiszteren vagy három hangfekvésben szólal meg a zsoltáros. Ugye beszéltünk a dicsérő zsoltárokról, a könyörgő vagy a hálaadó vagy a megköszönő zsoltárokról. Na most ezek a érzületek, amik ezekben a beszédhelyzetekben, akár Dávidnál, vagy másoknál, ahol nevesítve vannak a zsoltárok megfogalmazódnak, ezek azért bizonyos áttételekkel átöröklődnek nem csak ebbe a könyvbe, hanem mondjuk ezt a könyvet megelőző más, akár modern költői teljesítményekre. Például még egyszer hadd említsem Rilkét, akit ugye fordítottál is. Ugye ő azt mondja, hogy az ő költészetének két dolga van, a teremtett világgal és a teremtett világban izgő mozgó lényekkel, tárgyakkal, egyedekkel kapcsolatban, hogy vagy dicsérje őket, vagy felpanaszolja azoknak a voltát. Ugye, ahogy mondja, hogy csak is a dicséret terében járhat a panasz. Tehát ez két olyan alapvetően költői viselkedés van, vagy látásmód, ami azt gondolja, a modern lírának a hangfekvését most műfajoktól függetlenül meghatározza. De azért most egy kicsit hadd kérdezzem konkrétabban azt, hogy ezeknek a verseknek, tehát a 150 zsoltárodnak látsz előképeit a modern költészeti tradícióban, akár magyar költőknél, vagy kit említenél, akár magyar, akár nem magyar költők közül.
Nagyon sok juthat eszünkbe, de hát nyilván neked azért vannak kedvesebbek. Ó, ez azért így nagyon nagy képű lenne, hogyha én a saját előképeimet kezdeném fölrajzolni, akik... Hát az nem nagy képű, hogy azt írod a követetőről 150 Zsoltán. Ez egy tény. Jó. Hogy 150 Zsoltán van benne. Ha azt kérem, hogy a világ legjobb 150 Zsoltára, az lehet, hogy egy picit már nagy képület volna. De ez tényszerűen a Bibliában olvasható 150 Zsoltárra reflektál, azonos számú bibliai Zsoltár, és az én Zsoltáraim mindig valamilyen vonatkozásban vannak egymással. Eredetileg, mikor még nem érzékeltem, hogy ez ilyen sok lesz, akkor azt gondoltam, hogy a Zsoltárokat is mellé kéne tenni, már mint a bibliaiakat. De hát ez így is már egy elég vaskos verses könyv, nem a legvastagabb verses könyv, de verses könyvtől talán így is szokatlanul vastag. Tehát ehhez is nagy képűség kell, de ezt a versek maguk teremtették maguknak, tehát erről én csak részben tehetek. Hát, tehát úgy nem tudnám én szétválasztani egyébként, hogy erre a könyvre különösebben más hatott volna, mint bármelyik más könyvemre, tehát hogy kik lennének a mestereim, azok mindig ugyanazok, vagy mindig folyamatosan bővülnek. Hát én tényleg szenvedélyes versolvasó vagyok, tehát állandóan olvasok, és újabb mestereket fedezek föl újra magamnak, tehát hogy, de egyébként Rilkét nagyon pontosan mondott, tehát hogy ő régi kedvencem, azért is volt muszáj fordítani valamit, és az Áhítat könyvéből viszonylag kevés fordítás készült. Van teljes fordítás is egyébként, még a 20-as évekből, de az nem különösebben jó. És aztán a Nemes Nagy Ágnesék csináltak nagyon szép fordításokat, de szerintem ők levettek a szakralitásából. Tehát az volt a koncepció, hogy már ez is egy tárgyi kötet, és ez véletlenül se egy vallásos könyv, vagy az túlzás, mert egy verses kötet persze egyrészt mindig, másrészt sosem teljesen vallásos, de tehát, hogy szerintem azt tompították, ebben semmi rosszat nem látok, tehát mindenki a saját fordításait olyan irányba viszi el, amerre azt jónak látja, és a későbbi versekhez hangolták. A későbbi versek egyébként nem későbbi versek, tehát ugye a Rilke kötetben úgy vannak egymás után, mintha ezek kronológiára következnének, holott az Áhítat könyve írása alatt már írja a képek könyvét, és a képek könyve alatt az új verseket, és megy tovább, tehát hogy párhuzamosan futtatja a különböző énjeit, és hát ilyen szempontból mindenképpen számomra példa a dómester, mert én is szeretek különböző dolgokat párhuzamosan futtatni. És becsúszott az egyik Zsoltár, az egyik bakonymérő elégiád, ami egy ideje írod ezeket az elégiákat. Igen, tehát hogy van egy kötetem összerakva, amiben összegyűjtöttem az elégiákat, hát ez is persze a Rilkéből indult ki, és akkor lett a bakonymérői, meg most már mindenféle Miramári elégiától kezdve elég sok minden van, meg évszak, vagy a hónapokra is végig megírtam, amikor az augusztusiból már három is van. Szóval ahogy ebben a könyvben meg úgy alakult, hogy a gyerekkori mórhoz kapcsolódó emlékek jöttek elő, és akkor ez is egy bakonymérői elégia egyúttal, ez a 100-valahányadik Zsoltár. Tehát, hogy itt kivételesen nem párhuzamosan futottak, hanem egymásba perforált a két anyag. Szoktam azt is csinálni, hogyha két ciklust írok egyszer, akkor bizonyos szövegeket mind a kettőbe elhelyezem. Nem azért, mintha nem lenne elég anyag, amit írnék, csak valahogy szórakoztató, hogyha egyszerre úgy ír az ember egy verset, hogy két koncepcióba is beleírja. Tehát, hogy valamilyen módon mindig szeretek valami újat keresni. Hasonló, mint mikor már valaki szakmányban, ugye azt hiszem a Szász Endre vagy ki volt, hogy Leninnek kellett festeni Orbaszájban, nekem semmilyen kényszerem, szerencsére, írásban ezt nehezebb is lenne elérni. És hogy ne unja meg, fejjel lefelé festette, nem tudom, hogy úgy érdekesebben. Tehát, hogy
a legnagyobb kihívás eddig az volt, amit sikerült egy olyan verset írni, amit gyakorlatilag szinte még senki nem fogott föl, hogy miről van szó, hogy van a Vörös Sándornak egy keresztöltése, hogy vízszintesen is, meg függőlegesen is lehet olvasni a szavakat, és akkor gondoltam, hogy még ezt meg lehet oldani azzal, hogy térbe is kitoljuk, tehát egymás mögé teszek négy ilyet, és akkor vízszintesen, függőlegesen, meg így térben is lehet olvasni, és akkor egyszerre kellett, most hirtelen nem tudom, négyszer-négyszer-négy verset írni, ráadásul két irányba. És mivel ez csak papíron lehet megjelentetni, ez benne van a Kantuca végén című kötetbe, de hát igazából ezt térbe kéne megjeleníteni, mert ez térbe van. És úgy látszik, tehát a humán értelmiség annyira idegen ezektől a dolgoktól, hogy nem sikerült, legalábbis mindenki arra panaszkodott, hogy hát ez, ebből is semmit nem ért, hogy ez ilyen lenne. Tehát, hogy térbe kéne egymás mögött látni azt a, tulajdonképpen csak négy verset, de hogy szeretelem újabb. Tehát, hogy szeretelhetem különböző irányokba, újabb versek jönnek létre belőle. És mindegyik verzió ki van nyomtatva, csak hogy ez hogy alakul ki. Tehát, hogy ezt térbe kell elhelyezni. Ez egy vers szobor, mert papíron jelent meg. De eléggé elkanyarodtam attól, hogy itt vannak a zsoltárok mostnak. Én meg azért vagyok, hogy megpróbálják visszaterelgetni téged. Ugye amit mondasz, hogy itt egymásba csúsznak különböző vállalkozásai, különböző üzemmódok, Zsoltár üzemmód, Elégia üzemmód és így tovább. Azért nagyon izgalmas, hogy egymásra következnek ezek az egyes Zsoltárok, mert tehát ezek egyrészt szép ez, hogy 150, szép ez, hogy ismétlődő motívumok vannak. De azért mindegyiknél azt érzem, hogy egyszerűen van valami nyelvi ötlet, vagy valamilyen furmányosság, ami beindítja ezt az írásmódot. Mit én el lehet gondolkodni azon, hogy Istennek van-e neme, vagy ha van, akkor miért baj, hogy van, vagy milyen tudom én találni egy új metaforát Istenre, és attól felpörög a nyelv, és akkor lesz belőle egy újabb zsoltár, vagy nem tudom én adott esetben nem Istenhez keresek ügyes metaforákat, hanem számomra kedves metaforákhoz társítom Istent, tehát ez ilyen érdekes, tükrözéses, elég vad játék. Ugye hát ez a kérdés, hogy az ötlet kifutja magát egy játékos formává, kikerekedik-e a zsoltár. És marha izgalmas, mert mondom, tényleg ahány zsoltár annyi aspektusból vetődik fel az Istenről, vagy az Istenhez, vagy az Istennek nevezett valamihez való, mondom, ilyen nyelvi játékos viszony. És itt is, akkor még utoljára, hadd említsem nyomatékosan Rilkét, hogy nála is nagyon izgalmasunk egy szakrális témához nyúlni, és akkor elképesztő, hogy össze egymásra olvassa Máriát és Mária Magdolnát, és akkor szexualizálja Jézus és a nők közötti viszonyt, de úgy, hogy az ember nem blaszfémikusnak érzi, hanem izgalmasnak érzi, hogy hát ez is benne van, ez a lehetőség is benne van. Tehát, hogy mondjam, ezeknek a verseknek, a te verseidnek is egy belső saját tehetsége van. Tehát, hogyha van transzcendens dimenziója ezeknek a zsoltároknak, az egy ilyen belső vétett transzcendencia, ahol a nyelvi ötlet, a játék teljesíti ki a formát. És nem tudom, hogy erről, ez most nem kérdés, csak hogy erről tudnál-e valamit mondani, vagy hogy mi indít be téged. Mert tényleg van egy ilyen esetleges ötletszerű felütése adott esetben a zsoltárnak, aztán úgy látszik, hogy a nyelv az ilyen, vagy a nyelvnek a munkása az ilyen, hogyha már van egy ötlete, akkor azt rendesen végig kell dolgozni. Hát az alap kérdés, hogy egyáltalán, tehát hogy miért kell ezeket a zsoltárokat, vagy egyáltalán miért ilyen hosszabb ciklusokba gondolkodni. Ahogy az előbb is próbáltam körülírni, hogy az a baj, hogy nagyon megtanultam verset írni, és ez tulajdonképpen hát bármilyen körülmények között megy, majdnem bármilyen körülmények között megy, és mivel a vers olvasáson kívül a mindennapi életemhez hozzátartozik a versírás is, nem penzumszerűen, tehát nincs az, hogy minden nap kell írni, vagy akár hogy olyan hét nem telhet el, hogy nem írok verset, vagy olyan hónap eltelhet nyugodtan, mindenre sem gond, nem tudom, hogy eltelt-e olyan hónap az utóbbi 10 évben, vagy nem tudom mennyiben, de ebben, tehát hogy nincsenek ilyen kikötéseim, vagy ilyen penzumaim természetesen, de érzékelem a mennyiségnek a nehézségét, ami számomra persze nem nehézség, hanem a
az olvasónak esetleg nehézség, a kritikusnak, a könyvkiadásnak nehézség, stb. És akkor igyekszem mederbe terelni. Tehát ezért van az, hogy például a történeteket versben megírni, az eleve valahogy jobban olvashatóvá teszi a verseket. Ugye ilyen volt a Heidegger a postahivatalnok, ahol az volt a koncepció, hogy egy regényi történetet megírni úgy versekben, hogy a versek tulajdonképpen önmagukban kiragadva is mindegyik megálljon, egy ilyen kb. Szonett hosszúságú versforma volt, nem kicsit hosszabb, ilyen rövidülő strófás. És ennek lett a következménye a Zsoltár dolog is. Tehát, hogy, illetve nem egészen ennek, hanem a már általad említett saját tahónak, mert azt egyáltalán terveztem, ott az volt, hogy olvastam egymás mellett a Vörös Sándor és a Karácsony Gábor féle Tao Te Ching fordítást, és olyan elképesztő szakadék volt a két szöveg között, hogy abba gondoltam, hogy beleírok valamit abba a szakadékba, és akkor ez viszont annyira élvezetes dolog volt, hogy még a Tao Te Chinget azt ott kifejezetten meg kellett tiltani magamnak, hogy háromnál többet egy nap semmiképp. Tehát, hogy akármi van, akkor is abba kell hagyni, hogyha bármilyen jól esik, hogy nem túladagolás lépjen föl. És akkor, tehát, hogy az így aztán ugye a 81 vers elég hamar megvolt, és akkor újabb áldozatokra vetettem szememet, és fölmerült bennem, hogy a Zsoltárok is áldozatul esetnének ennek pusztító tevékenységemnek, és de aztán kiderült, hogy ez más jellegű, tehát hogy az anyag sokkal érdesebb, a szemlélete néha borzasztóan idegen tőlem, tehát hogy nagyon nagy költői erő van benned, ugyanakkor annyira agresszíven prefeudális világlátás van benne, olyan vad idegen gyűlölet van benne, olyan vad férfi sovinizmus van benne, hogy ez sokkal inkább vitairatnak ígérkezik majd, és hosszan nem találtam meg a hangfekvést hozzá, tehát a két dolog között több mint 5 év telt el. És akkor aztán egy debreceni szállodában, ahol oda készítették ugye az Új Szövetség plusz Zsoltárok kötetet, akkor valahogy megindult, és akkor attól kezdve mindig, hát nem azt a példányt, mert azt nem loptam el a szállodából, de nekem is volt pont ugyanolyan, azt a kiadást hordozta magammal másfél éven keresztül, amíg ez befejeződött, tehát ez hosszabb volt a Tao Te Ching másfél hónapjához képest, ez másfél év, hát az anyag is persze sokkal több. És igyekeztem, tehát hogy a sokfelé menő dolgot, tehát hogy akármilyen vers ötletem volt, ezt mindig igyekeztem belenyomni, belepréselni ebbe a dologba, tehát hogy eszembe jutott valami, néztem, hogy na melyik Zsoltár jön, és hát nem mindig illett a következőre, tehát volt, hogy kettőt előre kellett ugorni, és akkor utóra betölteni a hiány, de nem kellett sokkal messzebb menni, tehát hogy úgy látszik, mégsem volt annyira idegen a gondolkodásomtól, mint ahogy egy első pillanatra, vagy a külsőségek alapján hittem, vagy ezek a külsőségeket aztán, tehát azt a fajta vad gyilkos retorikát azért én is használom. Tehát, hogy lehet, hogy most itt nem tudom, hogy tervezted ezt a költészet ellenségeiről szóló, itt meghagytam a gyilkos pusztító retorikát, azt esetleg most felolvashatnám a... Tebben légy szíves. Még közben kérem, hogy van ott ülőhely, mert a lépcsőről esetleg át. Itt is van egy... István, nem akarsz leülni? Akkor valaki. Nem, jó. Csak közben ilyen közönségszervezőnek is érzem magam. Gondolj szerzőtének. Hogy állandóan irányítani kéne az embereket, de itt tényleg van egy jó mindig. Akkor most ezt megkeresem a verset. Megőriztem ezt a gyilkos indulatot, de hát másra vonatkozik.
59. Zsoltár. A költészet ellenségei ellepik a világot. Kérlek, Uram, szabadíts meg tőlük. Járja egy angyal karddal a földet, és akinek a könyvtárában nem talál verseket, vágja le. Akinek nincs könyvtára, vágja le. Szabadíts meg engemet az olvasni nem tudóktól, az érzelgős emberek ellen tarts meg engemet. Most íme lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem a semmit mondók és a nagyhangúak, az ócskaság kedvelők és a gondolkodás képtelenek. Ó Uram, versek és irodalom, érzések és pontosság istene, kultúra bentlakója, gondolkodás működtetője, ízlés csiszolója, véleményformálója, szabadság edzője, fúj bele sípodba. Estenden megjelennek a botfülűek és botlelkűek, teletrakolják a várost, szájukban sarló, kezükben horog. Te pedig, Uram, neveted őket, és rettenetes a te nevetésed, megcsúfol minden egyformát és formátlan. Szájuk vétke nagyobb, vagy fülük vétke? Szemük vétke nagyobb, vagy sóhajuk vétke? Hagyd őket egyedül egy verstelen világban, zárd be őket egy irodalom nélküli időbe. Félni fognak sírni és rimánkodni. Könyörögni fognak, hogy ostyán szavakat vehessenek magukhoz. De akkor nem fog bennük megmaradni a szó. Kegyelmez nekik búsulásukban, estenden megjelennek, teleszavalják a várost. Könyvek után barangolnak, antikváriumba törnek be. Aztán együtt olvasnak a kiérkező biztonságiakkal. Én pedig énekelek, mert Isten az én olvasóm, és én az ő olvasója vagyok. Ez egy viszonylag szerény befejezés volt. A vers tulajdonképpen az indulat átvitelnek egy nagyon jó formája. Tulajdonképpen az indulattal valamit kell kezdenünk, az Ószövetségi indulatot is akkor átvihetjük akár a jelenkorba. És nagyon sok ilyen, nem aktualizáló, de azért mégiscsak, hogy mondjam, a ma ebben az országban, ebben az időszakban aktuálisan belénk fészkelődő rossz kedvet vagy bizonytalanságot is képesek ezek a versek csatornázni a Zsoltár műfajába. Vagy akár feltenni olyan kérdéseket is, akkor most hadd kérjek meg arra, hogy olvasd fel egy másik verset, már csak azért egy rövidke verset a 72. Zsoltárt, amely a Messiásra alcímet viseli. Ez azért izgalmas, mert ugye az emberiség jelentős százaléka úgy gondolja, hogy a Messiás megérkezése utáni állapotban van szerencsénk létezni. Holott, ha ezt a verset elolvasom, akkor függetlenül attól, hogy most az emberiség mely százalékába tartozom, azt a kérdést teszem fel, hogy nem az a lényeg a Messiásba, hogy várunk rá. Hogyha már megérkezett, akkor az nem egy megzápult öröm, vagy ez az öröm ez nem zápul meg előbb-utóbb, vagy egyáltalán nem kéne újra visszatérnünk a várakozás nyitott állapotába. Ez a Zsoltárod például engem ezzel a fenomenális érzéssel, vagy tapasztalattal, vagy nem tudom én mivel ajándékozott meg, hogy a Messiás az várható. Tehát a Messiás várás az egy izgalmas lelki állapot.72. Zsoltár a Messiásról. Annyi Zsoltár után kevesebbet tudok Istenről, mint egy gyerek. A 7 éves többet tud, mint a 12 éves. A 2 éves többet tud, mint a 7 éves. Aki épp megszületik, az előbb még őt látta. Az orvos, a bába arca meglepi. A műtőlámpa fényében talál valami hasonlatosat, olyan, mint ő, csak csúnya. Akkor sír fel ellenállhatatlanul. A levegő egész más, mint Isten lélegzete. A tüdejébe beesik valami hideg, valóságos, anyagelvű idegenség. Csalódottan kitörli Isten arcát az emlékeiből. Isten csalódottan kihúzza őt a lehetséges megváltók népsorából.
azért rövidebb is, nem mindegyik olyan hosszú. Ahány Zsoltár annyi Isten, vagy annyi Istenkép, annyi Istenre alkotott metafora, vagy Istenről alkotott tévképzet, vagy vágykép, vagy nem is tudom mi, olvasható ebben a könyvben. Isten hol létező személynek tűnik, aki megszólítható, akivel bizonyos értelemben izgi, akár még erotikus viszonyba is kerülhetünk. Isten lehet egy állat adott esetben, egy dolog, egy érzés, egy bármi. Tehát van valamilyen nagyon tágértelemben és mindig konkrétan tágértelemben panteisztikus jelleg ebben a kötetben, hogy Isten mindenben megszólítható, minden helyzetben, formában mesélhetünk róla, vagy kerülhetünk vele kapcsolatban. Na most ez a sokfélesége, ez nagyon jó, mert tényleg ettől lesz tágas akár az Isten élmény, vagy akár az Isten fogalom körüli nyelvi ütködés. De hát kérdezzem meg, és ez egy kicsit már a kötet mögé kérdez, hogy van valami állandó ebben az Istennek nevezett vonatkozási pontban számodra? Mert tényleg olyan néha olyan izgalmasan szavarbejtően szétosztódik, vagy szétoldódik ebben a panteisztikus világban, ami ebből a 150 Zsoltárból kirajzolódik. Lehet, hogy túl nagyot kérdeztem, vagy túl mögé kérdeztem. Abszolút nagyot kérdeztél. Hát maga a szó az állandó, de ő rá is volt tiltás hosszan, ugye az Isten szó használatára, mint a saját magam számára. Itt is a Zsoltárokban nagyon jól jön az Uram megszólítás, ugye, ami használatos, és ebből persze már sok minden következik, amit mondtál, hogy jön a hölgyem, meg minden. Hogy miért Uramnak szólítanánk, ugye? Végül is föl kéne most az egész könyvet olvasni a válaszképpen. De akkor ezt a leegyszerűsítem, mégiscsak azt jelenti, hogy nincs. Most azzal nem terelném a jelenlevőket. Vagy elkezdjük? Vállalkoznak ilyen nagy kalandra. Na mit? Szóval pár óra lenne egyébként. De lehet, hogy bezár a bolt. Szóval hát azért kell ezeket írni, mert szerintem azt akartam mondani, hogy bizonytalan a tudásunk, de nem akarok más nevében nyilatkozni. A tudásom és tapasztalatom ezügyben bizonytalan. És az az elgondolásom egyébként, hogy minden magyarázat bizonyos értelemben téves, vagy körüljárja a kérdést, és mint negatív lenyomat mindenképpen kirajzolja, de ugyanakkor úgy, ahogy elmondjuk, úgy sosincs. Épp olyan, mint mikor elképzeli az ember előre, hogy milyen lesz a jövő, milyen lesz a holnapi nap, milyen lesz az 5 év múlva, úgy biztos, hogy nem úgy lesz. Vagy ha utazom egy városba, amit persze most már meg lehet nézni a Google-on, és akkor látom, hogy milyen, de hogyha nem nézem meg, amilyennek elképzelem, biztos, hogy nem olyan lesz. Ha egy lakásba megyek, ahol nem voltam, és valamiért vannak előre elképzelése, hát nem olyan lesz. Egy könyvet, hogyha az ember elolvas, de már vannak elgondolásai róla, néha egész drasztikus csalódás, hogy mennyire nem olyan, mint amilyet remélte az ember. Nem minőségére gondolom, tehát egy nagyon jó könyv is lehet abszolút más, mint amilyet remélt az ember. Ilyenkor persze szerencsés az ember író, mert azt rögtön meg is írhatja, ami ennek azt a könyvet remélte. Én még azt hiszem, ilyet nem írtam, de ez most jó ötlet. Olyat már írtam, hogy kint voltunk Portugáliában, és egy ilyen vidéki házban aludtunk egy barátunknál, és megálmodtam egy klasszikus portugál regényt, ami arról szól, hogy elmegy a család kirándulni, és az egyik családtag ott vagy megölik. Nem ők, hanem úgy meghal, megölik. És aztán hazamennek, és nem történik semmi. Ez egyébként picit persze hasonlít az Antonioni Kaland című filmjének a szüzséjére is,
de annyira más volt az egész, meg az fekete-fehér film, ez meg színes volt már, hogy aztán fölébredtem reggel, és megkérdeztem az Ágit, hogy van-e ilyen regény a biztonság kedvéért. Hát, persze az is érdekes lett volna, hogyha van, de mivel nem volt, akkor azt megírtam, és ez a Kőevő ember című, hát kis regény a Kézőt újja című novellás kötetemben, tehát hogy ez tulajdonképp azért is játszódik Portugáliában, vagy egy érezhetően mediterránabb helyen, mint Magyarországon, hiszen ez egy portugál regény, amit megálmodtam, és aztán kénytelen voltam én megírni. De hát sajnos egyébként még más hiányosságok is vannak a portugál irodalomban, amit majd megpróbálok bepótolni. És akkor nem beszéltem a cseh irodalomról. És hát a magyar az még elég jól meg van írva, már csomó minden, de majd még lesz ez is egy-két szava. Jó. Beszéltél a munkamódszeredről, hogy ugye adva van egy arhaikus tövegmennyiség, 150 zsoltár. Nem tudom, hogy ez egyrészt felszabadíthat, mert eddig a felszabadultságról beszéltél leginkább, ahogyan alkottad, ahogyan ezeket megírtad. De nem volt valami hébe hóba, valami kis frusztráltságot? Tehát azért nehezebb helyzetben vagy. Tehát ugye a zsoltárok szerzői többen voltak, sugalmazott szövegek voltak, valaki segítette őket. Te egyedül vagy, van érezted, hogy van-e magadban szufla, vagy voltak-e időszakok, amikor azt gondoltad, hogy túl mechanikussá vált, vagy eleve, úgyhogy azt mondtad, ha hatodik haszakad, ezt a 150-et végigírom. Hát mesélj meg egy kicsit ennek a könyv megírásának a történetéről, akár oldottan, ahogy eddig tetted, vagy akár, hogyha voltak ilyen, hogy mondjam, sötétebb periódusai, most, hogy túl vagy rajta, most már egy kicsit könnyebben be is tudnál ezekről számolni. Ó, azóta már sok minden máson is túl vagyok. Nem voltam egyedül. Én sem. Már hogy nem szerzőgárdával dolgoztam, de hát minden író ismeri az inspirációt, tehát hogy nincs egyedül, és aztán azt sokféleképpen lehet nevezni. Hát én az előbb elég nagyképűen körülírtam ezt a szituációt, de az a legkevesebb, hogy számoltam olvasóként az Istennel, de ráadásul olyan olvasóként, aki posztmodern olvasóként beavatkozik a szövegbe, tehát hogy a sugalmazás nem csak az ókori szerzőknek járhat ki. Na, szóval félretéve a komolyságot, tehát hogy nem akartam, tehát azért nem voltak ilyen értelme válságok, mert nem akartam semmit erőltetni. Nem mondtam azt, hogy ezt két hét alatt meg kell írni. Azt éreztem, hogy ez sok. De biztos volt, ami 150 lesz. Hát igen, mert hogy mentem, mindegyikre írtam egy saját verziót, akkor az úgy kijön. Tehát és amikor a kész lesz, nem hajtott a tatár, tulajdonképpen a megrendelő is, neki van ideje, tehát, és hát annyi volt, hogy mindig kellett magammal hurcoljam a zsoltárokat, hogy bármikor tudjak dolgozni ezen. Az nem olyan nagy áldozat, meg nem is olyan nagy tárgy. És hát tényleg egyes zsoltárok vagy zsoltár ciklusok kötődnek nekem helyekhez, ahol írtam. Mondtam, hogy Debrecenbe kezdtem el, és egy Abbátszalóki szállodahajón van írtam meg az utolsót egy bicikli túra alkalmával. Oda is hát a bringán levő hátizsákba is be kellett akkor tenni a felszerelést, de hát az befér. Ott nem lett volna, abban a szállodahajóban nem volt bekészítve egyébként a biblia, tehát hogy muszáj volt nála, hogy nálam legyen. De hogy a 150 zsoltár aztán monotonnál válik-e, egyrészt nem is biztos, hogy baj, hogyha valami monotonná válik, hogyha olyan fajta
monotóniát képzelünk el, mint amiről Pilinszky beszélt Bach kapcsán, hogy az unalmon túli, akkor én nagyon elégedett vagyok, lennék ezzel, hogyha ezt el lehetne mondani. És egyébként hát a védekezés meg az volt, hogy mondom, amit az előbb is mondtam, hogy bármilyen versetlet eszembe jutott, azt tessék, ebbe becsatornáztam. Tehát, hogy ezek eléggé különböző versek sokszor, csak a forma nagyon hasonlóvá teszi őket, de ugyanakkor egy kötetnél meg azt is szokták szeretni, hogyha van egy egységesség. Hát ez aztán egységes. Tehát... Tehát itt tulajdonképpen ez a praxis, ez a Zsoltár alkalmazás, egy forma alkalmazás praxis, ez tényleg izgalmassá teszi a dolgot. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyra nyílt az óló, vagy kinyílt a Zsoltár óló, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát ez egy nagyon markáns korszak értelmezés. Tehát van egy ilyen archaikus, akár a legelemibb ószövetségi indulatokat, dühöket, egyebeket megszólaltatni képes forma, és ehhez te azért megtalálod, ha csak szétnézel itt a szűkebb környezetre, de nem most itt, hanem az országunkban, világunkban, egyebeinkben ebben az időszakban, akkor megtalálhatod ezeknek az ószövetség eredetű pátoszoknak, indulatoknak a lehetséges tárgyait, akár a költészet ellenségei formájában, vagy akár, és akkor most így beszélgetésünk vége felé kanyarodva, nézzük már meg, vagy olvasd már fel, légy szíves, a 80. Zsoltárt, a 161. oldalra lapoz, légy szíves, az Allegro Barbaroval című Zsoltárodat, ahol megint csak, mint hogy ugye az alcímben megidézett Bartók is valahogy ezt a korszak értelmező indulatát tudta a maga művészeti világában megfogalmazni, itt is ennek a mondjuk így igénye, vagy ennek egy formája. De hát nem tisztem, hogy itt magyarázzam a Zsoltárt, hiszen itt a szerző, aki elolvassa. De egyébként nagyon jó tisztelt, tehát hogy én nagyon örülök ezeknek a magyarázatoknak, és mindjárt én is magyarázat. Most akkor lehet, hogy mégis ülve maradnék, mert lévén, hogy egyik kezemben a könyv, másikban a mikrofon, a harmadikban a szemüveg, úgyse tudok fölnézni, hogy a szemkontaktussal mutassam meg a közönséget, hogy mindjárt vége lesz, ez egyébként nem a legrövidebb Zsoltár. Amikor a saját tavot írtam, akkor is volt egy olyan ambícióm, hogy oké, mivel hogy úgy is tudok verset írni, akkor azt igyekeztem megtiltani magamnak, hogy ne verset írjak. Vagyis azt írtam elő, hogy ne verset írjak, bocsánat, tehát így világos. Magyarul, hogy ne vessen be a vers eszközöket, hanem valamilyen más eszközökkel próbálja mozgatni a szöveget. Ez nem mindig sikerült, tehát akkor nem lett volna például szabad kötött verset írni, és ott van sajnos egy-két kötött vers benne, meg sok minden más. Viszont van, ami meg nem szokás a versben, például a zsoltároknak nagyon gyakran, az eredeti zsoltároknak van egy ilyen bevezető, hogy elmondja, hogy most ki beszél, milyen körülmények között beszél, miért, ki, kihez. Tehát, hogy amit általában a manapság inkább az esztéták tartanak fönn maguknak, hogy a beszélt helyzetet meghatározzák, és ebben nagyon komolyan bele is tudnak menni. Nyugodtan mondhatom ezt, akár ironikus élel is, mert én magam is szoktam irodalomról írni, tehát a másik oldalon is vagyok. És itt mindjárt egy helyzet meghatározással tudom kezdeni, ugye? Tehát, hogy itt most a zenélő mesterek lesznek majd megszólítva, és az is egy a Liszt és Bartók nagy kulturális ikonjai után a későbbi a világra vagy rám hatást gyakorló zenei ikonokat jelölöm meg. Hát az Illés az ugye szükségszerűen meg kell jelölni, mert egyébként is jó bibliai neve van, de rám az Illés együttes különösebb hatást egyébként nem gyakorol. Életkorilag vagy? Lehet, hogy életkorilag. Tehát, hogy pont olyan félmúlt volt, amikor, és akkor jött a nosztalgia hullám, de nekem nem volt semmilyen nosztalgiám benne. Illetve állítólag nagyon tetszett nekem 4 évesen a fáj, amikor énekelt a Szörényi, de tehát, hogy igazából, meg aztán elidegenített talán a fonográf zenéje is a korábbi tevékenységüktől. Meg kellett választani, és nekem az Omega sokkal jobban bejött, de itt
hát az ember nem a saját nevében beszél, főleg egy zsoltárban, tehát itt az omega meg az illés egyáltalán meg lesz említve. Na jó, mindegy, felolvasom, mert most már kivéve, aki kinyitotta a 161. oldalon, a gyerekek, nyissátok ki az olvasókönyvet a 161. oldalon, és akkor most felolvassa Pista bácsi. Pista bácsi, igen. 80. zsoltár, Allegro Barbaro. A zenélő mesternek, Lisztnek és Bartóknak zsoltára, az éneklő mesternek, az Illésnek és az Omegának, a bizottságnak és a kontrollnak ajánlva. De még sorolhatnám. Hunniának pásztora, a Magyar Köztársaság köztestületi tagja, aki vezéreled és követed Árpádot, meghallgatod Istvánt, de fogalmad sincs Szent Gellértről, jelenj meg lángcsóváid között. Zrínyi és Balassi előtt támaszd föl hatalmadat, adj hitelt Széchenyinek és egyezkedj Deákkal, lelkesedj Petőfiért, esküdj föl Adira, de öltözködj Kosztolányitól, és a világra néz Babics szemével. A háború tárnáiban Pilinszky legyen lélekvezetőd, válj nővé és kispolgárrá Vörössel. Ugye, aki látja a szöveget, az látja, hogy Vörös Sándor helyes írása szerint van leírva. Válj nővé és kispolgárrá Vörössel. Fogd vissza József Attilát és Csontvárit. A magyarok nyilaitól mentsd meg önmagukat. Állíts helyre minket, állíts a helyünkre, és mi is tudjuk meg végre, hol van az. Nem a többiek fölött, de nem is alattuk. Nem a pokolban, és nem a mennyben. Nem is keletebbre, nem is nyugatabbra. Egy kis észak, egy kis dél. Világosítsd meg a te orcádat, magyarok istene, mielőtt eltűnsz, mert te nem is vagy. Az Isten számlálás eredménye évről évre csak egy. A többi képzelet szüleménye, angyal, segédegyenes, dicsekvő ördög. Hadseregtelen úr, aki mögött minden van, csak erő nem, meddig haragszol-e máshová pártolt népre? Ne hagyd babonaságban tévelyegni, ne hagyd a félelméből aranyborjút gyúrni. Térítsd meg őket másodjára is, mi az neked? Vesd véget a pogánylázadásnak. A butaság koppányát négyeld föl, és tűzd ki Szeged, Debrecen, Miskolc és Pécs kapujára. Egy-egy végtagját. Hogy kapu nélkül állnak ezek a városok, és az járkál bennük föl le, aki nem szégyel. Tudod te azt? Lögd le a főváros kapujáról a butaság ellopott fejét, már rég legyeklepik, a szemgödréből féreg kandikál. Ez nem a megbékélés zsoltára, barbár hangoskodása leomlott kapuból, ha kell az esztergomi bazilika oszlopai alatt állok napokig éhezve, amíg vissza nem fogadsz minket, mind a 10 milliót, mind a 7-8 milliárdot. Akkor egy kutya telepszik a lábamhoz, melyről épp kimerülve leestem, az ölembe hajtja fejét, melegével életre szuszok. A szemembe néz, ahogy csak gyerekek és kutyák tudnak nézni, megnyalja a kezem, és velünk mi lesz? Kérdi. Annyit utólag, hogy kicsit szerencsétlenül hangsúlyoztam, tehát a kutya tereszik a lábamhoz, melyről nem a kutyáról estem le, persze, hanem a lábamról, csak azt hiszem, hogy nem egészen jól olvastam föl. Éppen, hogy nem arról szól, akartam itt, hogy kutyákon lovagolnánk, igen. Ha valaki félreértette volna, akkor most már helyesen érti. Ugye a Zsoltáros fordulatát kölcsönvéve, most azt mondja, hogy kedves gyerekek, nagyon szerettem volna, hogyha úgy gazdálkodunk az idővel, hogy még István felolvassad volna a zöld Zsoltárt, és beszélgettünk volna a káromlásról írt Zsoltárodnak a hangjáról, beszédhelyzetéről, de hogyha valaki ezt meg szeretné tenni, akkor mondom a számokat, tehát a zöld zsoltár az a 74. számú zsoltár, és a
a Kálomnásról című zsoltár, az pedig a... megtalálom? Az pedig a 92. zsoltár. Csak utaltam ezzel a két alcímmel arra, hogy, hogy mi is sokféle ügyben, mi is sokféle hangot próbál megpendíteni Vörös István a 150 zsoltár címet viselő könyvének minden egyes darabjában. Mondom, ez egy nagyon szép egység, hallhattuk most az alkotásnak a történetét, de így darabonként, külön-külön, nyelvi eseményként is bátran fogyasztható. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meghallgattátok István történetét a zsoltáros könyvéről, és István neked pedig köszönjük, hogy olvastál és beszélgettél. Köszönjük!